És ahogy már mondtam, Zala Komáromban mini bölcsödét Marcaliban fejlesztő óvodát indít szeptemberben a Máltai Iskola Alapítvány, és itt van már velünk a Máltai Iskola Alapítvány vezetője, Taisz Miklós, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem csak erről fogunk beszélgetni, mert más izgalmas dolgok is elindultak, de mégis én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy bölcsöde, óvoda megnyitó, hogy egy ilyen fejlesztés indult el, egyébként Marcaliban. Hogyan indult a fejlesztés, hol tart most, milyenek lettek ezek az intézmények, és milyen a fogadtatás az intézmények? Igen, hát a Mártai szeretett szolgált országosan, 20 köznevelési intézmény tart fenn, vannak óvodáink, általános iskoláink, középiskoláink, és Marcaliban a fejlesztő iskola, amit említett. Minden nyáron igyekszünk ott felújításokat, bővítéseket végezni, ha legnagyobb szükség van rá. Ez a marcali központtal és fog Pécs helyen működő fejlesztő iskolánk kifejezetten olyan gyerekekkel foglalkozik, akik középsúlyos vagy súlyos és halmozott fogyatékkal élő Gyerekek, akiket speciális oktatásnevelés jár és itt bővítettük a, az épületet duplájára, illetve felújítottuk a régit, és indítottunk fejlesztő óvodákat is. Tehát méltánytalan kevés szó esik nem csak a hátrányos helyzetű gyerekekről, akik egyébként a legtöbb iskolákban óvodában járnak, hanem a fagyatékkal élőkkel is, akik számára sajnos nincs elég intézmény, ezért is bővítettük óvodai csoportokkal is, mint Marcaliban, mint Siófokon a fejlesztő iskolánkat. Az ilyen fejlesztések miben segítenek, akár a pedagógusok számára, újabb lehetőségek nyílnak meg nekik, akár az oktatás, vagy a fejlesztés területén, tehát miben hasznosul tulajdonképpen ez a fejlesztés? Hát, hogy nagyon földhöz ragadt módon magyarázzam el amikor súlyos halmozott fagyatékkal élő, mondjuk értelmi fogyatékos vagy autista gyerekek vannak egy iskolában, akár úgy kell elképzelni, hogy vannak mondjuk 6 évesek is, meg 20 évesek is közöttük, és ezáltal 15 kilósok is, meg 80 kilósok is, akkor iszonyatosan fontos nyilván itt még inkább a hagyományos oktatási tereknél az épület, a terek van-e tér, hogy néz az ki, elférnek-e egymás mellett. Tehát nagyon-nagyon fontos és örömteli, hogy végre megnyílt az új iskolai és óvodai csoportunk is marcadiban is és Siófokon. Egyébként nyilván eszközöket is vettünk, tehát nyilvánvalóan egy fejlesztő iskolában szintén hatványozottan fontosak azok a fejlesztő eszközök, azok a nyugodt helységek, ahol lehet pihenni egy kicsit, lehet nyugodt zenét sugározni, vannak olyan eszközök, szóval itt minden együtt hozzájárul ahhoz, hogy méltó körülmények között tanulhassanak, fejlődhessenek a gyerekeink. Beszélgessünk olyan izgalmas képzések, kiszélesített képzésekkel és módszerekről, mint a felolvasom, mint például a projekt alapú oktatás, ami szerintem nagyon fontos, nem csak természetesen azoknál a diákoknál, akik hagyományos iskolában járnak, hanem egy ilyen fejlesztő iskolában is. Hogyan jött az ötlet, és milyen projektekben vehetnek a gyerekek részt? Igen, tehát ugye, ahogy említettem, vannak óvodáink, általánosként középiskoláink, talán most elsősorban egy középiskolánk példáját emelném ki a, a, sok közül. Gyöngyösön van a Károly Robert közép iskolánk, ez egy szakképző intézmény, ahol néhány évvel ezelőtt indítottunk műhelyiskolát, ami azt jelenti, hogy olyan 16 év fölötti a hagyományos oktatási rendszerből lemorzsolódó, tehát már lemorzsolódott diákok, fiatalok számára nyújt egy alternatív utat, hogy ők gyakorlatilag egy kicsit olyan mester és tanítvány, mester és inas jellegű kapcsolatban kifejezetten gyakorlatban ágyazottan tanuljanak, tehát nem hagyományos tantárgyak vannak, ahol egyébként valamilyen oknál fogva lemorzsolódott ez a gyerek, hanem gyakorlatorientált képzés. Ez egy nagyon jó kiindulás volt, és ezen nyomvonalon tovább haladva, a gyöngyösi szakképző intézményünk pedagógusai és vezetői úgy döntöttek, hogy új utat keresnek rendszer szinten, nem csak a már lemorzsolódott gyerekeknek, hanem minden hagyományos szakképzőbe járó gyereknek. És Tavaly először, idén meg már másodszor indítunk úgy évet, tavaly csak 9. évfolyamon, idén már 9. és 10. évfolyamon a szakképzőiskolában, itt pincérszakás szuklázérekre kell például gondolni, vagy fiatalokra, hogy nem a hagyományos óra rendel mennek, hanem a tananyag tartalmat felosztották a kollégák nem kis munkával projektekre, blokkokra, és akkor ilyen 4 6 7 blokkok vannak, ahol, ahogy említettem, nem hagyományos, sorrend van, hanem egész nap, egész heteken át projektek készülnek, ennek van egy vége, bemutatója, rendszerezése, és utána mennek át egy másik projektre. És így az egész tudásanyagot feldolgozzák, tehát szépen kiven színezve egy ilyen nagy füzet, ahol, ahol jelölve van az, hogy amit egyébként hagyományosan tantárgyakba szoktak tanítani, itt a projektekbe suszteroltuk bele. És az első vizsgál, megméretetésen túl is vagyunk, mert Tavaly, a tavalyi tanév, ugye egy ember tanévekben gondolkodik, tehát júniusban, amikor voltak a 9. es úgynevezett ágazati alapvizsgák, akkor jobban teljesítettek azok a diákjaink, akik ebben a formában ilyen módszerekkel tanultak, mint a korábbi évben a hasonló képzési struktúrában megjelenő gyerekek. Nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakban is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm.